Beszámolók sorát hallgatta meg Bonyhád város képviselőtestülete legutóbbi ülése alkalmával. A képviselőtestület március 29-i ülésén számos napirendi pontot tárgyalt meg, szám szerint 27-et, köztük nyílt ülésen 25-öt, amelynek döntő részében tájékoztatók és beszámolók voltak napirenden, részben a város tulajdonában lévő cégeinek a beszámolói, részben pedig intézményi beszámolókat és tájékoztatókat hallhattunk. Talán a legfontosabb napirend ezek közül, hogyha egyet kiemelhetek, bár mindegyik intézményünk és minden cégünk egyformán fontos az önkormányzat számára, sőt vannak olyan szervezetek, amelyek nem is önkormányzati fenntartásúak, de mégis tájékoztatási kötelezettségük van a város felé, ilyen például a rendőrkapitányság, az ő beszámolójukra is sor került. Fontosnak tartom elmondani, hogy minden évben megtiszteli a képviselőtestület ülésünket Tolna megye rendőrfőkapitánya, és miután új kapitányságvezetőnk van, Megyeri Zsolt személyében, aki még nincs egy éve, hogy betölti a kapitányságvezetői tisztet, ezért mindketten részt vettek az ülésen, és tájékoztatták a tisztelőtestületet. Arról a tényről egyébként, amit bizony benne, hogy a bonyhádiak is éreznek, hogy az úgynevezett, így szoktunk fogalmazni, szubjektív biztonságérzet, az jó a városban, és ennek a fenntartásán dolgozunk közösen a továbbiakban is. Hagyományosan jónak mondható a két szervezet közötti együttműködés, bizony benne, hogy ez így lesz a jövőben is. De beszámolási kötelezettsége van, mint ahogy említettem, az intézményeknek is, illetve a cégeinknek is. Ezen kívül fontos napirendi pont volt még a civil keretnek a felosztása. Ugye a költségvetési rendeletünkben már meghatároztuk azt a keretösszeget, amelyet a civil szervezetek támogatására fordítottunk 2023-ban, ez februárban megtörtént. A következő lépés az volt, hogy pályázatot írtunk ki számukra, és ennek a nyílt pályázatnak az elbírálására került sor a március 29-i testületi ülésen. 6 millió forint sorsáról döntöttek ezúttal a képviselők. Pályázatot követően tudtunk erről dönteni, hiszen a pályázatokra, vagy a felhívásra számos pályázat érkezett. 24 érvényes és eredményes pályázatnak a döntéséről határozhattunk a testületi ülésen, és egy intézményünk, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, ahol ugyan nem bejegyzett civil szervezetek működnek, hanem inkább szakkörök, klubok, amelyek hagyományosan évtizedek óta gazdagítják a város életét, ezért őnekik külön szerződéseket nem adhatunk is azzal együtt támogatást, de az intézményen keresztül igen. Ez a 6 millió forint felosztása megtörtént, nincs olyan pályázó, akit ne támogattunk volna, de azt is fontosnak tartom elmondani, hogy pályázaton kívül konkrétan 3 civil szervezetnek egyedi támogatást adtunk az idei évben, összesen 10 millió forint értékben, ilyen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület és az Összefogás Közhasznon Alapítvány által fenntartott Együtt egymásért nappal intézménynek a működésére 3 millió forintot, illetve 3-3 és 4-et, tehát összesen 10 millió forintot döntöttünk el. Ezzel együtt összesen ebben az évben 16 millió forint jut a civil szervezetek támogatására a városban. A szervezetek alapvetően a működésükhöz igényeltek anyagi forrást. Azért nagyon sok program megvalósítása is szerepelt a pályázati anyagukban. Egyet-egyet, ha kiemelhetek, van olyan civil szervezetünk, én amikor olvastam a pályázatot, meg is döbbentem, hogy úristen, eltelt már ennyi idő. Például az Art Contact Egyesület, akik a táncosainkat, a modern táncosokat gyűjtik egy csokorba, ők egy 20 éves jubileumra készülnek az idén, és így belegondolok, hogy az kezdeti lépéseknél is ott voltam, és az első megalakulás óta ismerem a szervezet működését, úgy megdöbbentő volt szembesülni vele, hogy már eltelt közben 20 év, de vannak különböző utazási programok, a találkozás örömmel, tehát mindenféle nagyon vegyes, de éppen ezért színes és gazdag ez az élet, mert ahány egyesület annyiféle programmal. A keretösszeg felosztására javaslatot hagyományosan a bizottsági elnökökből és az alpolgármesterekből álló atokbizottság tesz a testületnek, amelyről általában vita nélkül dönt a testület, ez így történt most is. Én nem vagyok része ennek a bizottságnak, de azért a munkájukat figyelemmel kísérem. Mindig szempont az, hogy valaki először pályázik, vagy milyen olyan rendezvényt szeretne megvalósítani, vagy mekkora tömegeket vonz, mekkora milyen széles rétegeket tud megszólítani egy-egy program kapcsán.
mennyire viszik a városunk jóhírét akár a város határain túlra is ezek az egyesületek, úgyhogy nagyon sok szempont van, és igyekeznek ezeket mind figyelembe venni. Számít az is, hogy mondjuk az előző évben mekkora támogatást kapott. Azért ne felejtsük el, hogy mégis csak egy olyan időszakot élünk, ami nagyon sokféle problémával és válságos helyzettel küzd, így az önkormányzat is. Én mégis örülök annak, és büszke vagyok rá, hogy meg tudtuk tartani azt a nagyságrendet, amit a civilek támogatására tudunk fordítani. Ezért nem az az év, amikor többet tudunk adni egy-egy szervezetnek, de a szinten tudjuk tartani, és ez így történt, és az előző évi támogatásokhoz hasonló mértékű támogatásokban részesülhettek a szervezeteink. Szerintem ebben az időszakban ez jónak mondható.